Köszöntöm szeretettel Nagybandó András barátomat. Szervusz, András! Szervusz, köszöntelek és mindenkit, aki ott. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy nemrég volt egy kiállításod, könyvbemutatód, nem is tudom, hogy minek nevezzem, apropóját az adta, hogy 75 éves lettél, ami azért lássuk be egy roppant szép kor. 75 év alatt rengeteg tapasztalatot szerez az ember, és én most arról a tapasztalatodról szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan lehet küzdeni jókedvel, vidámsággal, viccekkel, a nincstelenség, a kiszolgáltatottság és az élet egyéb apró, talán említésre sem méltó nehézségeivel. Azt hiszem, hogy mindenben volt részed, tehát neked az élet már nem tud meglepetéssel szolgálni. Hát hogy érzed magad 75 évesen? Hát ha most erről, amit felvetettél, elkezdünk beszélni, remélem éjfélig van adásidő, lehetne szaporítani a szót, mert nagyon szép így együtt, amit elmondtál. Már az is öröm, hogy ez a 75. év eljő, november 12-én töltöm be, de az én hitvallásom szerint én február 12-től élek már, már azóta 75 éves vagyok, hiszen akkor tájt bújt össze az én anyukám, apukámmal, és akkor, mikor megfogantam, már az életem elindult. A születésem napja, az viszont novemberben lesz. Ez is egy tapasztalás, hogy az ember végig gondolja, hogy honnan is kezdődik az élete, vagy például, hogy honnan kezdődik a pályája. Mert sokan csak ahhoz kötik, hogy 82-ben a Humor Fesztiválon a rádió fődíjával győztesként kaptam egy szerződést a Mikroszkóp színpadra, és elindult a humorista pályám. De hogyha ezt veszem pályáim indulásának, akkor nekem muszáj visszafelé lépdelnem még, hiszen 62-től, középiskolás koromtól indult el a karikatúrista pályám, megjelentek a rajzaim lapokban, és attól kezdve írtam kis groteszk írásokat, és a karikatúra kiállítás hozta azt, hogy aztán a szegedi tanárképzőn éppen, hát 72-ben, tehát 50 éve elindult maga a humorista pálya. Ha ezt a pályát így végig kellene lépdelnem most újra, akkor azt mondom, mindegyik része izgalmas volt, mindegyik hozott valami különlegességet, mindegyik esztendő. De ami egy nagyon fontos tapasztalásom volt, és erről sokszor is szívesen beszéltem már, hogy amikor úgy 82-3-4-5-6-ban néhányan azt mondták, hogy most érkeztél a csúcsra, akkor ezt mindig elhárítottam azzal, hogy én egy fennsíkra érkeztem, és ott szeretnék sokáig ott maradni. Ez úgy tűnik, hogy beteljesült, hiszen nem csökkent a, mondjuk így, hogy küzdeni akarásom, az agilitásom, nem fogytak el az ötleteim, kibontottam a gyermekeknek írt verseimmel, mondjuk így a költői vénámat, prózáimmal, azt, hogy az írói létem és a humorista pályámból indulva megtestesült, és az utóbbi időben meg a festéssel. De előtte voltak fotókiállításaim, faragtam fából szobrokat, faágakból faág plasztikát, tehát ezek a sokféle dolgok rakottak körém, és csak egy érdekes mondat, aztán lezárom már a hosszúra nyújt választ, hogy tudj kérdezni, hogy épp az új könyvemben, ebben a Mögöttem az élet című kötetben elmesélem az egyik oldalon azt a történetet, amit Molnár Jutkával, a irodalmi színpadi színjátszó társammal rögzült, és emlékezetem szerint megmaradt. Jelesül, hogy azt mondta annak idején, mikor látta ezt a sokféle érdeklődésemet, hogy Bandókám, vigyázz, nehogy szétforgácsold magad. És én akkor nem jöttem még rá a dolog nyitjára, de később, amikor Prolihisztort írtam a titulusomként a névjegyemre, akkor már tudtam, hogy én
forgácsoknak születtem, és ezekből a forgácsokból álltam össze egy meglehetősen kemény törzsé. Hát a bevezetőben mondtam, hogy itt nem csak humorról, hanem sok egyébről lesz szó. Előttem van egy könyved, amit én nagyon szeretek. Már a címe is olyan jellemző a te világlátásodra és világfelfogásodra. Könyv azoknak, akik utálnak olvasni. Ellentmondásos a cím, de nem ellentmondásos a könyv. Ráadásul ez a könyv hát körülbelül a 40. a megjelent írásaid között, vagy 36. de több, igen, mint 40, 30 fölött. Több mint 40 könyved jelent már meg, és hát nagyon szép példa te életed, hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból, társadalmilag mindenképpen hasznos dolog, amikor egy nagyon okos ember elkezd hülyeskedni. Hát aki 40 könyvet megírt, azért ott valami van. Aki a kicsi lányodtól, tudom, Gwendolintól, aki egy verset mondott legutóbb a kiállítás megnyitódon, hogy több mint 300 képet festettél az utóbbi években. Tehát olyan fantasztikus aktivitásod van, hogy sajnos pont ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk a mindennapokban. Nem okos emberek hülyéskednek, hanem kevésbé agyilag áldott emberek kezdenek el okoskodni, amiből nagyon nagy bajok vannak. Hogy jutott eszedbe egy olyan könyvet összeállítani, amiben mindenkiről, minden a magyar irodalom kiemelkedői megvannak, a világirodalom Thomas Manntól kezdve megvannak említve mindegyikről valami, ami Tolstoj, Tóth Árpád, egészen sziporkázó összeállítás. Írott, hogy az ötletet tulajdonképpen egy dedikálási aktus egy könyvesboltba adta. Kecskeméten. Igen, de mégis 2000 nyarán, mégis mondj erről valamit, mert ez olyan izgalmas, hogy jut ilyen az embernek eszébe. Pont az a dedikálás adta az ötletet, amikor elmondta a könyvesbolt vezetője, hogy ő azt utálja, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy ajánljak egy könyvet olyannak, aki utál olvasni. Ekkor jutott eszembe, hogy ha nincs ilyen könyv, akkor én igenis írok egyet, és a három kiadása mutatja azt, hogy azok, akik könyvbarátok, szívesen vásárolták meg azoknak, akik már vagy még nem könyvbarátok, és olyan 90-100 jeles írót egy-egy mondattal jellemezve helyeztem el bizonyos egy ABC sorrendben, ahol egy nagyon szép iniciálé betűvel mutatom meg, hogy a pozitív és negatív töltetű szavak, ezek mind hiányoznak azoknak a idézőjelben kelléktárából, akik könyvbarátok. Én egy mániákos olvasó vagyok, de az olvasás, ha csak én olvasok, akkor kevesebbet ér, mert nincs, akikkel beszélgessek róla. Az emberi kultúra a társas érintkezésekben tud leginkább megmutatkozni. Érdekességként mondom, hogy ma reggel éppen volt osztálytársam, a Borbély Lajossal beszélgettem pár szót, a Mögöttem az élet című könyvet most olvassa, amelyben ugye 401 oldalas novella van, mindegyik az emberiség történetét, részint a darwini, részint a bibliai történetét mutatja meg egy-egy oldalon. Nagyon érdekes, hogy azt mondta Lajos, hogy próbára akarta tenni az olvasó IQ-ját, hogy vajon mindazt, amit te tudsz, ők is érteni fogják-e, és mellette éppen ma reggel jött meg Gazdag Laci barátomtól egy értékelés, fölér egy recenzióval a könyvajánlása, hogy mi mindent fedezett föl ebben a sziporkákkal teli írásokban. Igen, mindaz a tudás, ami az olvasásnak köszönhetően lerakódik bennem, én azt tovább akarom adni. Azt vallom, hogy mindenki, aki eljutott egy olyan értelmi szintre, hogy taníthat, nem föltétlen végzett tanárként, hanem a jó értelembe vett népművelőként taníthat embereket a jóra, a tudás gyarapítására, annak nem csak öröme van benne, hanem tudja azt is, hogy ez egy kötelesség. Ha én többet tudok valakiknél,
akkor azokat a valakiket a jó felé akarom terelgetni. Ettől függetlenül ez egy nehéz a népműveli munka, tudnélik ahhoz, hogy én szót értsek valakivel, vagy az írásaimat megértsék az olvasóim, ahhoz az ő fölkészültségük ugyanúgy kell, mint ahogy az én fölkészültségem kellett ahhoz, hogy ezeket a fanyar humorral, szuszpoénnal, egy csavarral végződő 400 írás, az írásaimat megírja. Úgyhogy én még akkor is, amikor így, mint most veled beszélgetek, akkor is az jár az agyamban, hogy vajon az, aki hallgat minket, tud-e majd egy vagy két olyan mondatot magával vinni, ha már véget ért a beszélgetésünk, amiért nekünk érdemes volt beszélgetni. Mert ha nem, akkor fecsegés marad csak a nyomunkban, de ismerve téged, tudva a kvalitásodat, és tudva magamról azt, hogy ezek a mondatok itt fészkelnek, csak ki kell, hogy bontsam egy-egy kérdés után, adottak. Ezért azt remélem, hogy most is népművelőkké válunk azáltal, hogy beszélgetünk. Érdekességet még hozzátennék, hogy mivel publicisztikáim is megjelentek, és épp a Vezli kiadó gondozásában a Hát kik ezek című kötetem, hogy milyen érdekes, hogy azok a publicisztikák, amelyeket egy tárgyilagos, közéleti gondolkodású emberként fogalmaztam meg, nem jut el azokhoz a magukban rögzült ellenszenv, gyűlölet, vagy meg nem értés, vagy nem akarom megérteni miatt, akiknek pont a kedvükbe járnék azzal, hogy én megmutatok egy másik fajta gondolkodást egy-egy dologról. Miközben bennem adott a másik része is, hogy én kíváncsian tekintek mindenkire, aki megfogalmazza a véleményét, akkor is, ha nem teljesen, vagy nem értek vele egyet egyáltalán. Ez még a reneszánsz utáni időkből való, csak nem emlékszem már, ki fogalmazta meg azt, hogy egy francia gondolkodó, ezt is csak nagyjából idézem, nem készültem arra, hogy ezt elmondom, vagy szóba kerül, hogy én az ön véleményével egy szikrányit sem értek egyet, de mindent megteszek azért, hogy ön a véleményét kifejtse. Tehát el kéne jutni odáig az én mondjuk szimpátiák emberek felé, vagy hozzájuk eljutni, hogy elolvassák, és azt mondják, megfontolás tárgyává teszem, amit ez az ember leírt. Összevetem azzal, hogy én hogyan gondolkodom, és lehet, hogy én abból gazdagodni fogok. Ha ez nincs meg a partnerben, tehát az olvasomban, legyen az publicisztika vagy szépirodalom, akkor nem jutunk előbbre. Ha aki előítéletes, és csak egy sugallat befolyásolja a vélemény, velem kapcsolatos véleményét, akkor az nem tudja azt, hogy én mennyi verset írtam a gyerekeknek, amelyek ott vannak a kötetekben, amit dalolnak CD-n, amelyeket mondanak szavaló versenyeken. Hát az utóbbi pár hétben 6 ilyen tudósítottak, hogy versenyben nyertek versenyt. Tehát nem ismer teljesen is. Ide egy mondatot teszek megint csak zárásul, hogy visszaadjam neked a szót. Amikor a kézilabdás Kozmát Veszprémben meggyilkolták, és elkészült az a dokumentumfilm, amely ezt a témát kibontotta, rögzítette, abban mondta Kozma apja, ha ismerték volna a fiamat, sosem bántják. És ez a mondat maradjon meg most akkor egyikként mindenki fülében, aki hallgat most minket, hogy először ismer meg alaposan mindenkit, akiről ítéletet akarsz mondani, de még akkor se lehetsz biztos abban, hogy pontosan fogalmazol vele kapcsolatban, hiszen mindent még önmagamról se tudok, nemhogy másokról. Hát nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató, alig találom a szavakat, amit mondtál, de talán az a védekező mechanizmus, amivel az emberek többsége hárítja magától az új információkat,
az egy belső bizonytalansággal magyarázható, felépítenek maguknak egy, hát egy viszonylag labilis világot, de ők ebbe biztonságban érzik magukat, és attól rettegnek, hogy bármilyen új információ fölborítja ezt az építményt, ami egyébként hát nem túl stabil lábakon áll. Először a bizalmat kéne, tehát a bizalomépítés lenne a legfontosabb, és a bizalomépítésnek egy másik eleme az, hogy önbizalma is legyen annak az embernek, hogy képes lesz feldolgozni és magáévá tenni azokat az új információkat, és azok neki nem fognak ártani. Egyébként annyira ezzel a mondattal, hogy egyáltalán nem értek veled egyet, de mondjad, amit mondani akarsz. Mindent megteszek azért, hogy te kifejtsd a véleményed. Ez egy nagyon fontos dolog. Írtam egy publicisztikát, amit nem tudom, hogy meg fog-e jelenni. Én a pesti srácok egyetlen egy mondatával nem vagyok képes egyet, nem vagyok hajlandó egyet érteni, meg nem is tudok, meg nem kell. De az nagyon zavar, amikor egy orgánumot megszüntetnek csak azért, mert azt mondják, hogy hát nincs nézettsége, idáig se volt. Viszi a pénzt, idáig is vitte, miért pont most? És akkor én nekem elkezd csattogni az agyom, hogy nem a név lett-e véletlenül most már túl zavaró, amikor annyira barátkozunk a Putyinnal, hogy ez a pesti srácok, hát ezek tulajdonképpen ugyanazt csinálták itt 56. októberébe, meg novemberébe, amit most az ukránok csinálnak Kijevbe, és hát mi most éppen nem azon az oldalon állunk, vagy nem így látjuk a dolgukat, tehát ez engem roppantúl zavar. Az azt jelenti, hogy aki szereti a szabadságot, meg a sajtószabadságnak a híve, annak meg kell védeni azt is, aki nem az ő oldalán áll, de ez nem az ő ellenük, hanem a teljes sajtószabadság ellen elkövetett agresszió vagy vétek. Annyit hadd tegyek ehhez, amit mondtál, hogy ahhoz, hogy kíváncsi legyek a másik véleményére, nem a tartalmat illetően, hanem az eszközöket illetően, amilyen eszközökkel fogalmaz valaki, ahhoz az eszközök tisztaságának is meg kell lennie, azaz a korrektségnek, a megszólalást magyar nyelvű tisztaságának is, és még tehetnénk hozzá sok minden mást, mert ha nem, akkor nem az fog eltaszítani a megjelent dolgaiktól, amiről fogalmaznak, hanem az, ahogyan fogalmaznak. Eszterházy Péter annak idején többször beszélt arról, hogy minden mondatnak rendben kell lenni. Éppen ezért kerekmondatos e-maileket nem írt nekem se, amikor halála előtt még volt alkalmunk levelezni, e-mailezni, csak szavakat röptetett, mert az e-mailben megírt mondatai is mind az ő írói munkásságának részei. Na most, amikor én például interjút adok, akkor is ugyanígy konyhakészen beszélek, mint most véled, de szívesebben írok írott válaszokat egy újságíró kérdésére, mint szóbeli beszélgetést, mert nem azt adják vissza leggyakrabban, mint amit mondok. Még egyet az előbb akartam mondani, beszéltünk, fölvetetted ezt a kérdést a jótétekkel kapcsolatban, nem akar visszaidézni a pontos választ, hiszen tudod, az a kiállítás, ahol Orfűn látható most még június 7-én vagy 8-án szerdán bontjuk le, ott van a falon 82 megfestett hajléktalan portrémból 58, és a zeneszerzők Bachtól Wagnerig, és még sorolhatnám 183 képen, várja még most is a nézőket a faluházban, de ez az 58 tekintet, ahogy szembenéz az érkezőkkel, az a döbbenet maga, és a festményeimet látva jönnek rá azok, akik az utcán szemérmesen félrefordulnak egy-egy szerencsétlen sorsú ember láttán. Én pedig ugye ott voltam velük 90 februárjától májusáig, azokat az arcokat festettem meg jobbára, a dokumentumfilmből kifotózva az arcokat, amelyeket Mihályfi László készített, illetve később részben én magam is portréztam videóval, és ott állnak és döbbenten nézik ezeket a
nagyon is emberi arcokat. Volt, aki azt mondta, hogy Csontvárira hajoznak némelyek. Volt, aki azt mondta, hogy a 21. században bibliai arcok tekintenek vissza rám, ez valami hihetetlen, hogy az embereknek az érzelmeit képpel is meg lehet borzolgatni, de amikor konkrét teszünk valamit írva, mondva, cselekedve, akkor is teszünk valamit a jóért, és most például az ő megjelenésükkel, láthatóvá tételükkel próbáltam sokat tenni. A mellesleg mondom, hogy a nagy örömöm az lenne, ha lenne egy olyan mecénás, aki azt mondja, hogy ez a 82 kép, ez nem mehet szét az országba ide-oda-amoda, már lennének most is, akik ezt vinnék el onnan, előrejelezve arcokat, hanem ott landolnának Iványi Gáborék épületében, a Dankó utcában, mert az örökre rögzíteni a 90-es év történetét arcokkal, akik már nincsenek, emberekkel, akiket elveszítettünk, köztük például Évai János, akit Víjon Becetben ismertek a Moszkva térről, akinek a halála után sikerült elintéznem a Farkasréti temető főigazgatójával, hogy az ott lévő dupla urnatárolót használó Rákosi Mátyás mellé Dafke temethessük el, helyezhessük el Víjon urnáját. Olyan fajta emlékek tobzódnak ilyenkor bennem, amit muszáj így is egy kicsit visszaadnom, és amikor a vasárnaponként ott vagyok a faluházban, és fogadom a vendégeket, képmutatás van, ahogy szoktam mondani, akkor nagyon sokat mesélek az alakjaimról, az emberekről, akik ott vannak a falon, azonos méretű képekben. A másik csak érdekességként, ez a Mögöttem az élet című kötet, ez pedig az egyoldalasaival hoz vissza ezekből az időkből, és a mai időkből is történeteket. Tudásanyagot igényel azoktól, akik olvassák, amelyre lehet, hogy föl sem készülnek egy nagy mandókönyv olvasásakor. Erről kaptam most nagyon szép, mondtam, recenzióval fölérő olvasói leveleket, hogy meg is könnyeztem. Ha elmondhatom, június 11-én ott leszek Pesten a Vörösmarty téren délután a Líra és az Anima 68-as és 38-as pavilonjánál dedikálom a könyvet. Hát azt remélem, hogy olyan élményben lesz részem, mint mikor az András könyve megjelent, hogy 3 órán át állt a sor és várták ki a sorukat a olvasóim, akik aztán dedikáltatták a könyvet. Álmodozom persze, de hát volt nekem már ennél nagyobb sikerem, mert az első könyvem az úton út 150 ezer példányt ért meg. Na, ezt ma már nem lehet elérni, sajnos. Pedig amit megírtam, az lenne jó, a minél több emberhez eljuthatna. Mellesleg, aki nem jut el a kiállításomra, menjen be a bandó.hu-ra. Olyan 100 képet oda is kitettem, és a kiállítás teljes anyagát, ami megmarad, vagy gazdáról el is kitesszük erre az oldalra, ahol a könyveimmel együtt mindegyiket láthatják, és ott megtalálják ezt a Mögöttem az életet is, ha ennyit elmondhatok, segítő reklámként. Hát hogy nem mondhatnál el, nagyon köszönöm, nagyon-nagyon kedves vagy, és úgy tudom, hogy most is egy fellépésre utazol. Arra szólunk, igen. Kérjelek, hogy egy kis zenei szünetet hadd tartsunk, mert nagyon sok komoly dolgot adtunk itt át a hallgatóknak, és utána még egy kicsit beszélgetünk a múltról és a jövőről, jó? Lehet, hogy addigra oda is érünk Sóskútra, de maradok a kocsiban, és befejezzük a beszélgetést. Köszönöm. Újra itt vagyunk. Igen. Szervusz, Bandó. Szervusz, itt vagyok. No, hát nem akarlak sokáig fenntartani, mert tudom, hogy fellépésre készülsz, és abban azért... Nem, várja, annyit csak, hogy olyan szerencsések vagyunk, hamarabb érkeztünk, még van időm, ideértünk Sóskútra. Csak annyit, hogy képbe legyetek, a barátommal jöttem, Lacival, aki a fiával együtt hozott, és 4 órától lesz majd gyermekeknek verses műsorom, Mutassunk Szamárfület címmel, a kiadóm is Szamárfül tudnélik, és mutatom a verseket, meg van is egy ilyen versem, és a
a 6 órakor pedig a kabaré estem lesz majd a felnőtteknek. Csak tényleg jó időben jöttünk, nem szeretek késni, régen se szerettem, csak mások voltak az útviszonyok. És addig, amíg ki voltunk kapcsolva, valaki hallgatott bennünket, aki ismer, és már rám is szólt, hogy a bandó.hu-n találhatlak, hát mondom, azt mondom, mert persze dedikálva küldjük a megrendelt könyveket, és a legtermészetesebb, de most már csak kiegészített információt mondom, hallgatlak, Karcsi, itt vagyok. No, a következő dologot szeretném még megkérdezni tőled, hogy a gyerekkorod az hogy telt? Milyen volt a gyermekkorod, szüleid, milyen viszony, milyen kapcsolat volt köztetek gyerekként, hogy élted meg, amikor ráeszmélsz a világra? Azért nehéz a kérdésre rövid választ adni, de megpróbálom kókuszdióhéjba tömöríteni, mert anyámnak volt egy Varga nevű férje, akitől lett egy Jani nevű bátyám. Apámnak volt egy első felesége, akitől Ernő és Imre bátyám született. Ernő emlékére írtam meg, akit most 21 éve veszítettem el Hasnyámrigyrákban. Sosem volt Toszkána című regényemet, hát nem róla gyönyörű, szólt. Gyönyörű regény. De hát 35 ezer példányos, 15 kiadásos nagy regény lett. Ma is nagyon sokan írnak még róla, akik olvassák. És utána, miután mind a ketten elváltak, találtak egymásra, de mivel mind a ketten skorpiók voltak, anyukám is, meg az apám is, nem sokat bírtak ki egymás mellett, és engem is skorpió jegyébe szültek bele, ami még durvább így együtt. Aztán 4-5 éves korom közt voltam, amikor ők elváltak, úgyhogy nekem az apa élményem az egy kicsit viszonylagos, és a nevelőapámhoz kötődik erősebben, akivel 6 éves koromtól kezdve együtt éltem Jóska bácsival, akit apukának szólítottunk, és ők utána már megmaradtak együtt, és onnan tőlük született meg a Kati és a Jóska nevű húgom és öcsém. Na most, mivel édestestvérem nincsen, csak féltestvéreim vannak, azért jó, hogy több féltestvérem van, mert ha egymás mellé állítom őket, nem dőlnek el. De el is ütök mindegyiktől, tehát az igyekezetemmel, a tehetségemmel, az elért eredményeimmel együtt mondom, hogy én egy kicsit másabb lettem, többféle dolog érdekelt már akkor is, és ez a többféle érdeklődés most mutatkozott meg csodamód. Frick Marcsi, akivel ma is tartom a kapcsolatot, tanárnő volt, és még gyakornokként kijártak deszkre a sulimba Szegedről, és a Marcsi tinédzserként, tehát kiskamaszként, 13-4 évesen felfedezte azt a tehetséget, ami később kibontakozott, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ő az egyik, aki mondhatom azt, hogy nyomon követi az életem. A másik, a szomszédnő, most már mondhatom, nagymama Böbe, aki a legelső, legrégi barátom. A Mögöttem az élet című kötetem egyik oldala róla szól, sok ilyen régi kapcsolatot idézek föl, és ők tudják pontosan azt, hogy mennyi mindenben próbáltam kibontogatni már akkoriban is magamat. Színjátszó voltam az általános iskolában is, a Csimbom cirkuszban, Bruhaha, Kelement játszottam, valami frenetikus sikerünk volt, és nem kis részem volt benne. Ahogy Szegedre kerültem az építőipari technikumba, a Modern színpad tagja lettem, később a Minerva színpadnál játszottam. Nagyon szép emlékeim vannak, főszerepek. Mici Mackóban Tigris voltam például, de hát elvesztettünk most néhányat ebből a nagyon szép és jó csapatból is. Úgyhogy nekem mindig kijutott valami. Sőt, középiskolás koromban én birkózó országos bajnok is voltam, meg vidék legjobbjai voltunk a Svese csapatával, úgyhogy sportterén, a dobószámokban is kiváló voltam. Később 10 maratonit futottam, én annyi mindent megírtam ebben a Mögöttem az életben. Tényleg azt mondhatom, ez a 75 év valóban ott van már mögöttem, ami nem azt jelenti, hogy készülök a halálra. De mindig fölidézem Darvas Iván beszélgetését, azt hiszem Baló Gyurinak válaszolt, amikor azt kérdezte tőle, hogy
75 éves volt az Iván akkor, hogy, és gondolsz-e a halálra? És az Iván azt mondta, hogy az, aki 75 éves korában nem gondol a halálra, az hülye. Na most én 75 évesen gondolok, de hessegetem úgy magamtól, hogy egészséges életmódommal, cigaretta is szeszmentesen, egészséges ételeket fogyasztva, nem is sorolom föl, továbbra is sporttal edzve magamat, minél tovább és minél szélesebb életet szeretnék élni. Hát arról nem beszélve, hogy 12 éves a kislányom, 18 az unokám, Nati lányom most 52, feleségem 44, tehát mindenki abba a fiatal generációba tartozik, akikért nekem tennem kell annyit, hogy igen, én élni fogok, és hosszasan és egészségesen. Szóval ezek mind benne vannak abba a létbe, amiben kapaszkodok, és eközben a mögöttem az élet úgy végződik a kötet, hogy egy verses párbeszédet írtam, a beszélgető partnerem jelesül maga a halál, aki mellém ül az ágy mellé, és visszaidézteti velem mindazt, ami történt velem az életem során. Ez versben elbeszélve, szarkasztikus humorral, morbiditást is beleszőve, egy olyan ritka dolog, amit még nem láttam se költőtől, se írótól, hogy személyesen, hogy mondjam, a haláltól kapjon kérdéseket, amelyeket meg kell válaszolni. Úgyhogy abba bízom, hogy mindenkiben lesz kellő morbiditás és abszurditás ahhoz, hogy ezt jól vegye. Az eddigi orvosi levelek azt bizonyítják, akik már elolvasták, hogy helyreim van és hogy célba talált. Úgyhogy egy ilyen nagyon sokrétű, sok összetevős pali maradtam meg, az is lettem, és ez mind abból a kicsi korból indult el, amikor én kicsiként is tudtam, hogy én valamire fogok jutni. Én akkor még nem tudtam, hogy mi lesz, azt éreztem, hogy pódium, színpad, színész leszek, de aztán később úgy dőlt el a sorsom, az Y-ról sokszor beszéltem, hogy balra vagy jobbra, mindig ott dől el a tövében, az Y tövében, hogy a sportot félretettem, de amatőrként mindig sportoltam, maradt a profi pálya, de nem színészet, mert humoristaként, íróként, költőként azt mondhatom el, mint hogy ma is itt sorskúton a gyerekeknek, amit én fogalmaztam meg. Tehát nem Shakespeare mondatait mondom, bár szívesen mondanám. Ugyanakkor Hály János mondatait mondtam, mert 2006-ban a Pécsi Harmadik Színházban Vince János rendező jóvoltából megint színész lehettem. És a Géza gyerek című darab egyik főszerepét játszottam. Úgyhogy én nem szüntem meg semmiféle téren létezni, sőt, hadd mondjam el, érdekesség, hogy a karikatúra annak idején a Fari újságra kitett karikatúráim sora indított el a pályán, és mostanában úgy lépek föl gyakran céges rendezvényeken, hogy amikor az előadásomon túl vagyok, akkor órákon át még ott ülök, és rajzolom karikatúrában, portrétket rajzolok azoktól, akik a vendégség tagjai. Úgyhogy ezt is gyakorlom. És amit lehet, hogy még te nem tudsz, de már sokan tudják, én megtanultam még a Matyó motivumokat is írni, és abban is profi lettem, és profi is maradok, mert amit egyszer az új, a kéz megtanult, mint a bicikline is, attól már nem szabadult. Hát ezt tényleg nem tudtam, de hadd mondjak annyit, hogy a Toszkánod című könyvedet tudod ki ajánlotta nekem. A Besenyei Péter barátom, a műrepülő világbajnok, igen, és azt mondta, ja, hogy őt megsiratta ez a könyv. De igen, amit az előbb mondtál, hogy te minden területen, és tehát nem hagyod magad beskatujázni, hát ez óriási dolog. Tudod, a legtöbb ember az elköveti azt a, hát nem tudom, hogy hiba-e, mert az ő dolguk, hogy egy dologba specialista lesz, és mintha a világnak többi része nem nagyon létezne körülötte. De te egy nyitott emberként, és ez a legjobb példa, hát nincs olyan dolog, ami téged ne fogna meg, ne érdekelne. Hadd tegyek hozzá egy mondatot, ezt elmondtam már szintén néha interjúban, hogy engem az anyukám beleszült egy játszóházba, és ha már oda befizetett, én minden játékot kipróbálok. Ez az alap. De ez ebből indul. A másik, hogy
most nem régen, hát 6 évvel ezelőtt egy szolnoki barátomtól, Gál Zolitól, a Dréher sörözőt viszi egyébként az Oli, megkaptam egy emlékiratot, amit a nagynénje írt meg. Az ő nagyapjáról és a 7 gyerekéről, a nagyapját kulákként vitték el, pedig egy végtelenül tüneményes ember volt. Az egész, amit összerakott magának gazdagságban, munkával és okossággal érte el, és mivel ezt megkaptam, megkértem Margit néni engedélyt, adta hozzá, ezt regényi írtam, és az lett a cím, hogy Arankakor, és sokan Arankára gondolnak a női névre, meg Aranykorra gondolnak, holott nem, az Arankakor azt akarja, hogy az 50-es évek metaforikusan erősen hajaz az Aranka nevű gyomnövényre, amelyik rátapad a gazda növényre, jelesül a lucernára például, azt legyöngíti, majd megfojtja. Magyarán olyan élősködő, mint a pagyöngy, csak hatékonyabban. És az 50-es években ugyanígy rátapadtak a gazdákra, a gazda növény a párja most, és megfojtották, mivel jutott valamire, majd mindenét elrabolva, épp például Sunyák Antalt, a regénye főhősét elhurcolták, és így sajnos el is vesztette a család őt. Na most ebbe például rendkívüli dolgot tettem. Előtte már volt gyerekkönyveimben is, van például a Hangyabanda nagy kalandja, is, meg a Csodás Kapolcs is hangos könyvet is hordoz, meg a Varázspadlás lakói, de itt 9 órában felolvastam a teljes Arankakort, és most kaptam pont egy levelet, Toszkánáig utaztak úgy, hogy ezt a regényt hallgatták borsódzó bőrrel, hogy mennyire jó, hogy ez is van, és mivel nagyon sok olyan barátom van most már, a sokat nem véletlen mondott, a mögöttem az életet se bírják már olvasni, csak a feleség vagy a gyermek segítségével fölolvastatni, mert a szemük elromlott, hogy Nagy Tibi barátom, aki a Mohácsi halászcsárdát csinálta, amíg nem ment nyugdíjba, azt mondta, élete élménye volt, hogy az Arankakort meghallgatta hangos könyvben. 9 óra a általam fölolvasott hangos könyv, és ezután, bár a mögöttem az élet még nincs hangos könyv formában, de meg fogom csinálni, mert annyi a korombeli, aki már a látását félig meddig, vagy teljesen elvesztette, hogy velük is törődnöm kell. Ez olyasmi, mint mikor Orfűn a házunkat építettük, hogy rámpát is készítettem a lépcsőzés mellé, és milyen haszna volt, mikor meglátogatt engem az általam támogatott mozgássérültek kerekesszékekkel, be tudta gurulni a házunkba. Tehát előrelátó voltam, de belekalkuláltam azt is, velem is megtörténhet, hogy egy olyan baleset ér, ami után lehet, hogy csak kerekesszékkel tudok behajtani a házamba, és ne legyek én kirekesztve abból, ami az enyém. Tehát magamra is gondolok, de másokra is, akiket vendégül láttam. Bandókám, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk egymással. Nagyon sok kedves vendéget kívánok a gyerekek, meg az esti felnőtt előadásra is. Köszönöm és hát szépen. Olyan sikert, amit egyébként neked nem kell kivenni, mert az életed egy igen komoly siker. Köszönöm. Egyet hadd ismételjek meg tényleg azok a hallgatók kedvére, akik lehet, hogy nem a kezdetétől hallgattak minket. A könyvemet tőlem is megrendelhetik a bandó.hu-n, láthatják a festményeimet. Aki ott nem tud elérni, jöjjön el júni 11-én szombaton délután a Vörösmarty térre, a Líra vagy az Anima pavilonjához, és aki pedig akar egy jó 2 órás kabaré részese lenni, este 6-ra jöjjön el a Csilibe. Boldog lennék, hogyha csak egy félházunk lenne, és aki eljött, az szeretne engem, mert én azt vallom, hogy én csak akkor leszek győztes a színpadon, ha a nézőtéren a közönség a nyertes. Hát, ez a legnagyobb igazság, amit mondhattál. Így legyen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hívtatok. Mindenkinek minden jót kívánok, és ne felejtsék el Kozma apukájának a mondatát.
Ha ismerték volna a fiamat, sose bántják. Sose bántják. Ismerjenek meg engem is, és nem lesz bántás, én tudom. Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Szervusz, Bandó, szia, minden jót neked. Szervusz, mindenkit köszöntök még egyszer, és köszönöm, hogy megkerestetek. Szervusz. Szervusz, szia, szia. Ez itt az Oltalom Rádió mindenkinek.